Az EHF Kupa győztes Szabó Edina 2010 óta az Érd női kézilabda csapatának edzője, akinek anno az elsődleges feladata volt a legjobbak Érden tartása és a keret megerősítése. Ez olyannyira jól sikerült, hogy az Érd évről évre jobban szerepel, az idei magyar bajnokságon pedig már a dobogóért küzdenek a lányok. Óriási az eredmény két szert, hiszen olyan helyzetbe kerültünk, hogy így mindenkit meg kellene verni, ami egyrészt ugye nehéz, másrészt viszont nagyon jó és örömmel állunk a feladatok elében. Ám Edina azt is elárulta, hogy nőként véleménye szerint egyáltalán nem könnyű érvényesülni ebben az igazán férfi orientált szakmában. Nekem már nagyok a gyerekeim, úgyhogy most ez egy összehasonlíthatatlan helyzet akkor, amikor úgy edzősködtem, hogy kisebbek voltak, kamaszok voltak. Én szerintem ez mindig fölteszi sokszor ezt a kérdést nekem. Én azt gondolom, hogy itt emberekről van szó, és edzőkről, és nem fiatal és nőkről. Néha nem könnyű, de ez inkább a női játékosok miatt van. A rutinos edzőnő könnyedén szót ért játékosaival, és úgy véli, nem hallgatnak rá kevésbé a csajok azért, mert neki is kettessel kezdődik a személyi száma. Én is nagyon jól tudok javálni. A 2-3-asunknak azt hiszem, hogy leveszem a fejét, jó? Lépjél föl rá, fiam! Megértetted? Sajnálod magadat, gyerünk már! Elég volt, oké? Okay? Elég volt! Stop! Kaptatok 22 percet! Befejeztétek! Megértettétek? Tessék visszamenni! Elég volt! Na, saját magunkat rögtetjük ki! Borzasztó csúnyán tudok nézni. If I would start again and try my best, I'd embrace for one caress. Fősportolókról van szó, profi sportolókról, akiknek ez az életük, ebből élnek. Tehát itt azért ez akkor működik jó szerintem, ha itt a közös cél, a közös érdek az hat át mindent. Az egyértelműen látszik, hogy Edina remek csapatot kovácsolt a lányokból, ez nem is kérdés. Ám azt talán igen, hogy mennyire tud kikapcsolni, ha hazatér családjához, hiszen mi nők hajlamosak vagyunk többet rágódni a problémákon, vagy akár tervezgetni, hogy hogyan is legyen ezután. Ez a legnehezebb, mert az edzői munkának ugye a nehézsége, hogy szinte sosem lehet kikapcsolni. Nekem a családi hátterem az nagyon jó, bár ott is azért a kézilabda az mindig az asztalon van, terítéken van. De hát ez, amikor az embernek a munkája és a hobbija ugyanaz, akkor ez nem jelent úgy problémát, tehát ez egy jó dolog. És ha már szóba került a híres férj, vajon mennyire szól bele felesége munkájába? Csak úgy halkan jegyezné meg Edina párja, Borsos Attila, aki jelenleg a Magyar Kézilabda Szövetség elnökségi tagja és egykori válogatott kézilabdázó. Nem csak a kézilabdáról így beszélünk, hanem úgy általában nemzetközi kézilabdáról, mit lehetne, hogy lehetne. Szeretjük ezt a sportot, tehát ez egy közös téma, de természetesen azért otthon gyerekeink, hogy mit csinálnak, hogy sportolnak, hogy tanulnak, azért az a fő téma. Nos, azt már megtudtuk, Edina hogyan érzi magát női edzőként. Ezért megkérdeztük férfi munkatársait, hogy ők vajon hogyan vélekednek kolléganőjükről. Ő egy nagyon erős karakter, amit átad a csapatának is. Ezt láthattuk már a francia válogatottnál is. Nagyon komoly nemzetközi tapasztalata van. Nem igazán ismerjük még egymást személyesen, de nagyon jó edzőnek tartom. Csapatát láttam, hajtja, űzi őket, ennyit tudok róla. Vannak komoly nemzetközi kapcsolatai, biztos Franciaországba, gondolom én azt a vonalat képviseli, amit ott látott, abba dolgozik. Edina amellett, hogy keménykezű edző, gondoskodó családanya is, akinek azért nem volt mindig könnyű az élete. Rengeteget költözött, hol családja, hol pedig a munkája miatt. Ám egy valami mindig biztos volt, és bízik benne, hogy az is marad. Ez pedig a kézilabda. Erről nehezen tudna lemondani. Persze akad olyan ok, amiért, ha nagyon muszáj, megtenni. Kettő, három! Olyan nincs, amit az ember, amikor rá van kényszerítve, akkor ne tudna megcsinálni, de biztos, hogy nagyon nagy fájdalom alá járna, és hát én remélem, hogy azért ez nem fog előfordulni.